Üdvözöllek! Ebben a videóban egy apró, de hasznos programmal ismerkednénk meg. Ez a program lehetőséget ad arra, hogy különféle Windows-os programokat, illetve eszközöket tudjunk használni, amelyeket egyébként persze elérhetünk a Windows-ban is, csak általában ezekhez több klikkel is szükséges, hogy egy kicsit bonyolultabban érhetőek el, mint ebből a programból. Ehhez a videóhoz lesz majd mellékelve. Ennek a videónak az oldaláról letölthető. Letöltés után célszerűnek látom bemásolni egy programok mappába vagy valahova, mert látható programok per rendszer esetemben, és akkor hát elindítás után így néz neki. A használatához .NET 4.6 szükséges, hogy erre rákeresel, akkor meg fogod találni, hogyha neked nem lenne esetleg telepítve. Ez a legelső webes telepítő teljesen jó. A reklámot az görgessük el, és akkor itt van a letöltés. Letölt a telepíted, és akkor utána már használható lesz ez a program is. Szóval ez így néz neki, látod, hogy három kategóriára van osztva. És hát úgy gondolom, hogy eléggé beszédesek, hogy miről van szó. Lemez karbantartó, ezzel tudjuk törölni a feleslegessé vált fájlokat a számítógépünkről. Látod, hogy nekem rögtön a C partíció, mert nekem csak egyetlen partíció van jelenleg, de egyébként ki lehetne választani. Erről amúgy a videót, amfélmond találsz már videót. Meg hát itt van a többi képmetsző, ezzel ilyen részleteket tudunk elmenteni az aktuálisan látott dolgokról, vagy éppen számológép jegyzettől, ezek úgy eléggé egyértelműek. Feladatkezelőn különféle elindított programokat tudjuk leállítani. Látható kiválasztás feladat befejezése. Parancsor, hát ez meg a parancsor nyilván, teljesítményfigyelő, erőforrás figyelő, de különféle erőforrások használatát tudjuk nyomon követni, processzor, lemez, hálózat, memória, vezérlőpult is elérhető, felhasználói fiókok felügyelet, itt van egy kis elgépelés, ez nagyon javítva lesz. Erről is van már a videótól folyamon egy bemutató videó. Hát aztán itt van még egy csomó minden memória ellenőrzés, művelet, központ, szolgáltatások, rendszer, konfiguráció, vagy éppen rendszer információ, ahonnan különféle hasznos információkat tudhatunk még a számítógépünkről. Tehát, hogy milyen komponensek alkotják, milyen hardware, illetve esemény napló. Ez igazából így néz ki, hogy elindítjuk innen, ahol be más volt, vagy hát ha nem más volt ott be, akkor te nem. El van indítva, akkor jobb egerrel kattintunk ide, ahol a tálcán van, és akkor a program rögzítése a tálcán. És akkor innen kezdve, hát látható, itt a tálcán megtalálható már. Már annak, akinek ez szükséges. Az elindítása után pedig az itt lévő dolgokat gyakorlatilag egyetlen klikkel elérhetjük. Nem kell nekünk sem a start menüben, sem sehol vándorolnunk. Hát ez ilyen módon működik, mint látható sem menüje, se beállítási lehetőségei nincsen. Igazából ez szükségtelen is, mert a lehető legjobban leegyszerűsített.